Novák Katalin köztársasági elnök Elon Musk-kal a Tesla alapító vezérigazgatójával találkozott a Texas állambeli Austinban. Tárgyaltak egyebek mellett a nyugati világot érintő demográfiai válságról és annak lehetséges megoldásairól is. Az üzletember egyik kisfiával fogadta a magyar államfőt az autógyártó közelmúltban átadott központjában. Novák Katalin a találkozón arról is beszélt, hogy a klímaváltozás megoldandó problémája mellett a demográfiai válság kevesebb figyelmet kap. Farkas Vajka, a Sándor Palota kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a magyar államfő Egyesült Államokbeli látogatásának egyik kiemelt célja, hogy olyanokkal találkozzon, akik szövetségesek a népesedési problémák megoldását célzó lépésekhez. Az a célja önök asszonynak, hogy a demográfiai küzdelemhez keresem szövetségeseket itt Amerikában, ezért találkozott már Texas kormányzójával, illetve Montana kormányzójával, illetve fog majd Utah állam kormányzójával találkozni. Mind a hárman olyan politikusok, akik kiemelt fontosságot tulajdonítanak a családnak, illetve akik készek együttműködni demográfiai kihívás leküzdésébe. És ebbe a találkozó sorozatba illeszkedik ez a mostani megbeszélés, illetve a találkozó Elon Musk-kal, aki az utóbbi időszakban elég sokat posztolt, illetve elég sokat nyilatkozott meg szintén demográfiai kérdésekben, ugye ezt nevezve az emberiség egyik legfontosabb kihívásának.